Az ember szolgálni jön a földre, és nem uralkodni, mondja Németh László író, és bár idézetekkel nem igazán szeretek dobálózni, ezt mégiscsak ideillőnek gondoltam. Ma az ózonvilágnapján ugyanis újra emlékeztetnünk kell magunkat, hogy földünk törékeny és az ember önző. De mielőtt a környezetvédelemre kerülne a sor, a diákoké a főszerep. Hargita megye tanácsának kezdeményezésével 2019-ben elindult egy diákmunka ajánlatokat összesítő portál. A fiatal lendületes csapat arra törekszik, hogy külföldi példák mintájára az itthoni fiatalok számára lehetőséget teremtsen a tanulás mellett szakmai tapasztalatot, pénzkeresési lehetőséget szerezni. Itt is van velünk a stúdióban Pál Boglárka, aki diákmunkásként dolgozik a projekt keretén belül, illetve Nagy Lajos, a diákmunka.ro applikáció és portál fejlesztő cég ügyvezetője, akikkel kezdésnek közösen a projekt egyik népszerűsítő videóját tekintjük meg. Folytatjuk tovább, tehát itt van velünk a stúdióban, akiket már bemutattam, Pál Boglárka és Nagy Lajos, köszöntelek titeket! Szia! Szia. Tehát elsősorban tegyük tisztában a nézők számára azt, hogy ti mivel is foglalkoztok pontosan a projekt keretén belül, kinek milyen a szerepe ezen belül. Boglárka? Én kommunikációval és népszerűsítéssel foglalkozom. Lajos? Én pedig a diákmunka applikáció és a portálnak a... Mi fejlesztettük tulajdonképpen a portált és az applikációt, és igazából a fejlesztő cégnek az ügyvezetője vagyok. Részt vettünk a koncepció kialakításában is, valamint teljes mértékben mi vittük végig a projektet. Egyébként majd a nézőknek el fogjuk mondani, hogy honnan, hová fejlődött, de arra lennék legelőször kíváncsi, hogy mi is volt a legfontosabb célkitűzése, és jelenleg is mi a legfontosabb a projektnek. Ez a legfontosabb célkitűzése, hogy összekössük a diákokat a munkaadókkal. Fontos, úgy gondoljuk, hogy fontos a diákmunka, mivel nagyon jó tapasztalatszerzés, és természetesen zsebpénzzel is jár, úgyhogy ezért tartjuk mi fontosnak ezt. Tehát a tavalyi indulás óta egyébként sok változás is történt, nagyban fejlődött ez a projekt, akkor mondjuk el, Lajos, te mondd el kérlek nekünk, hogy honnan is indult a projekt, és hol tart ma? Igen, mi 2019-ben azért nyomon követtük, még nem voltunk szervesen része a projektnek, de nyomon követtük ennek a portálnak az elindulását. 19-ben még egy ingyenes weboldallal kezdődött az egész, és ott tudták a különböző intézmények és cégek feltölteni az állásajánlataikat, viszont megkeresett minket majd a Hargita megye tanácsa, és leültünk egy beszélgetésre, ott pedig átbeszéltünk egy koncepciót, hogy tulajdonképpen ahhoz, hogy a fiatalokat megszólítsuk, milyen eszközökre lenne szükség, többek között egy felhasználóbarát és dinamikus weboldalra, valamint egy elkerülhetetlen, hogy egy alkalmazást is, hisz ugye mindenkinek ott a kezében az okostelefon. Így jött az ötlet, hogy akkor ezt a projektet megvalósítsuk, majd Hargita megye tanácsa ezt a Bethlen Gábor alapítványnál lepályázta, és tulajdonképpen annak a pályázatnak a sikerességével tudtuk elindítani, és tudtuk majd lefejleszteni az igényeknek megfelelően természetesen ezt a portált és alkalmazást, ami fontos célkitűzés volt, hogy ez szinkronizálva legyen, tehát minden, ami felkerül a weboldal, állások, cégek, diákok, azok az alkalmazásban is megtalálhatóak legyenek, tehát ez egy két irányú dolog, és mivel tudjuk, hogy egyértelműen, hogy az intézmények, cégek elsősorban a honlapot használnak az állások feltöltésére, a diákok viszont az alkalmazást, ezért tartottuk fontosnak, hogy ezt megcsináljuk, és ez tényleg gördülékenyen működjön. Egyébként gondolom nem tévedek, hogyha azt mondom, hogy egyedinek számít ez a kezdeményezés, tehát hiánypótló mindenképp létrejötte a diákmunka.ro-nak, vagy egyáltalán, hogy összesítsétek. Még van egyébként erre példa, vagy honnan jött ez honnan merítettétek az ötletet kezdetben? Az biztos, hogy a környéken, a térségben nincsen erre példa, tehát természetesen léteznek különböző álláskereső portálok, Facebook oldalak, tehát közösségi médián ugye nagyon sokszor meghirdetik a
léteznek ilyen csoportok, álláskereső csoportok, létezik egy-két álláskereső portál, viszont konkrétan, ami specifikusan, ami a diákmunkákra specializálódik, ami konkrétan a diákokat próbálja, a fiatalokat próbálja megszólítani, olyan eddig nem létezett tudomásunk szerint. Ez igazából a nyugatabbi országokban már egy jól kialakult modell, elég csak Magyarországra tekinteni, viszont itt még nem létezett, és igazából az a cél, hogy ezt itt meghonosítsuk, és ez egy a keresletet, a kínálatot tudjuk találkoztatni. Igazából oda-vissza működik ez a dolog szerintem, tehát hogy ösztönözheti egyébként a diákokat arra is, hogy dolgozzanak, nem csak az, hogy keresték, de nem volt, ahol találjanak. Na és akkor beszéljünk arról, hogy kik jelentkezhetnek, hogy egyáltalán megrajzolhat az, hogy milyen az átlagos munkakereső diáknak a profilja, hogy aki ezt választja esetleg, hogy ő szeretne dolgozni. Hát igazából mi úgy láttuk, hogy inkább egyetemisták, de 16 éves kortól egészen egyetemisták bárki jelentkezhet, aki még diák, és nincsen különösebb korhatár erre ezen kívül. És a vállalkozások, akik nyitottak erre, ő milyen médiumból kerülnek ki? Tehát mivel, milyen profiljuk van nekik? Hát inkább vendéglátás. Vendéglátás. Viszont idén sajnos elég kevés cég mondta azt, hogy van náluk diákmunka lehetőség a koronavírus miatt, de egyébként nagyon nyitottak. Most például azt is jó lenne tisztázni, ugyebár mi is beszéltük még a felvétel előtt, hogy a diákmunka pontosan mit is jelent. Tehát arra lennék itt kíváncsi, hogy mennyire nyitottak a cégek a diákok iránt, úgy, hogy alkalmazzák őket fizetés fejében. Tehát azért elterjedt egy picit az, hogy inkább önkéntesként gondolnak a diákokra. Most ez mennyiben oszlik meg itt azok között, a vállalkozások, cégek között, akik jelentkeznek, meg kinyitják a kapuikat a diákok számára? Hát a vállalkozások nagy részt inkább nem önkénteseket szeretnének alkalmazni, hanem meg szeretnék fizetni az ő munkájukat. És én ennyit tudnék mondani. Igen, azzal kiegészíteném, hogy a vállalkozások esetében egyértelmű, hogy a diákmunkások, most beszélhetünk nyilván, ahol mondjuk ritkább a diákmunka lehetőség, mondjuk az IT-szektorban, de ugye egyetemistákat is már diákmunkásként alkalmaznak. Egy nagyon jó lehetőség arra, hogy adjanak lehetőséget a diákoknak, és egyértelműen nem olyan magas bérezéssel, mint már egy akár frissen kikerült egyetemista, vagy már egy több éves tapasztalattal rendelkező, mondjuk ha az IT-szektorról beszélünk, akkor webfejlesztő vagy alkalmazásfejlesztő, valamint a diákoknak is egy abszolút jó tapasztalatszerzési lehetőség. Vannak olyan szektorok, ahol nem igazán lehet azt megcsinálni, hogy mondjuk önkéntesként keresni, amit említettem. Viszont attól függetlenül az önkéntes formában is abszolút megtalálhatja magát a diák, hisz mondjuk, hogyha szociális munkás, vagy mondjuk egy külföldi tapasztalatszerzésről beszélünk, akkor az mindenképp fontosabb lehet az, hogy milyen tapasztalatokat szerez annál, hogy mondjuk most mennyi zseppénzt tud a nyáron félretenni. Mindjárt folytatjuk egyébként a beszélgetésünket, csak közben kaptam az információt, hogy elindul a videó, úgyhogy most megtekintjük tehát a népszerűsítő kis videót, az egyiket a sok közül. Ülj, babu! Babu szereti összefirkálni a füzetei szélét. Tavaly nyáron pincérként dolgozott egy étteremben. Azért nem csak pincér voltam, hanem báros, elárusító, néha recepciós is. Nem volt könnyű. Végül is nem bánom, hogy ezt dolgoztam. Megtanultam többféle embertípust elviselni. Ja, meg azóta jobban beszélek románul. Ezt le tudod-e fordítani? Kuszigurance? Egy munkanap sem lettem annyira kész, hogy utána nem mozduljak ki, vagy ne találkozzak a barátaimmal. És mindenkinek tetszett, hogy dolgozom. Tényleg királyérzés volt, hogy a saját pénzemet költöm. Most már tisztában vagyok vele, hogy amit vásárolok, azt nem a pénzzel fizetem ki, hanem azzal az idővel, ami alatt ezt megkerestem. Hát nem filozófikus? Most nyáron a felvételimre készülök, viszont így is szabad időmben szívesen vállalnék munkát, főleg vendéglátásban. Így letöltöm a diákmunka appot, ahol könnyen, gyorsan találok akár pár órás munkát is.
Meg is van! diákmunka.ru. Kezdj DJ valami hasznosat az időddel. Hasonló videókat tehát megtekinthetnek még a kedves nézők a diákmunka.ro Facebook oldalán is. És hát ugye térjünk ki arra, hogy többnyire, mint ahogy a videóban is láthattuk, inkább nyáron választanak maguknak munkát a diákok, egyetemisták. Vannak ősszel és télen is lehetőségek? Úgy gondolom, hogy igen, de ez is abszolút mértékben az iparáktól függ. Tehát vendéglátásban azt egyértelműen lehet látni, hogy ugye mivel nyáron pörög be úgymond az élet, ezért egyértelműen nyáron keresnek pincéreket, vagy akár raktárokba diákmunkásokat, viszont vannak olyan szektorok, amik igazából hosszú távon is alkalmazhatnak, vagy alkalmaznak elég rendszeresen diákmunkásokat, mondjuk egy áruházláncnak a raktárába, vagy akár kasszásként. És úgy gondolom, hogy ez így is van rendjén. A piac nagyjából ezt alakítja, tehát hogy amint a kínálat hozza magával a keresletet, és fordítva is. Most nyilván itt a koronavírus alatt ez abszolút megváltozott, és sokkal kevesebb lehetőség tárult a diákok elé is, viszont, és főleg tehát ezt egyértelműen látjuk, hogy a vendéglátás sínylette meg, de remélhetőleg ez változni fog nem sokára. Hát bízunk benne mindenképp. És most legvégére hagytam a személyes tapasztalatokat, ugye ahogy említettem, te diákmunkásként dolgozol a diákmunka.ro keretén belül, és kíváncsi lennék, hogy számodra ez hogy jött ez egyáltalán az ötlet, hogy dolgozzál az egyetem mellett? Nekem az ötlet onnan jött, hogy önkénteskedek az Udvarhelyszéki Ifjúsági Egyeztető Tanácsnál, Székelyudvarhelyen, és ott egy olyan csapatot ismerhettem meg, és olyan csapatnak lehetek a része, amiért nagyon hálás vagyok, és nagyon sokat tanultam ott ennek az önkéntes munkának köszönhetően. Együtt szerveztük a Sziculus Fesztivált. Tehát a legfontosabb motiváció számodra az, hogy egy jó csapatban is munkatapasztalatot szerezzél, hogyha jól értettem. Igen, hát igen, ez is az egyik. És innen jött igazából a motivációm, hogy szerettem volna még valami pluszt az életembe, és láttam a hirdetést Facebookon. Lajos, téged csak röviden kérdezlek most már, mert lassan elfogy az időnk, hogy te dolgoztál egyébként diákkorodban? Igen, dolgoztam, viszont nem volt egy ilyen portál, nem volt egy ilyen lehetőség, ami azt gondolom, hogy ez hiánypotló lehet. Én egyébként dolgoztam raktárosként, kasszásként egy multinacionális áruháznál, de azt gondolom, hogy minél több helyről lehet válogatni, annál inkább jó az a cégeknek, intézményeknek és a diákoknak is. És igazából bármilyen egyetemen legyen valaki, vagy bármit szeretne majd az életében elérni, ez mindenképp csak is jó motiváció lehet, meg jó tapasztalat abszolút lehet, úgyhogy hozzásegíti. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek hozzánk, és várunk még legközelebb is új információkkal. Kitartást nektek így ebben az időszakban is, és hát kedves diákok, nektek pedig még 2 hét van ugyebár, amíg elkezdődik az egyetem, úgyhogy keresésre fel, és hát mindenki vállaljon munkát, erre biztatok mindenkit. Köszönöm szépen még köszönöm egyszer. Köszönöm. Mi pedig szigén rovat. Köszöntöm a kedves nézőket! Szeptember 16-a van, az Ózon Világnapja, ezért a mai Oxigénben mi is rácsatlakozunk a témára. Tartsanak velünk! A Szapiencia Egyetemen néhány éven elkezdtünk az troposzférikus ózonnal dolgozni, több diákot is bevontunk ebbe a témában. Azt tudni kell, hogy az ózon egy nagyon érdekes gáz. Ha az ózon kifejezést halljuk, leginkább az ózon rétegre gondolunk, amelyet óvnunk kell. Azonban nem csak a stratoszférikus, azaz magas légkörű ózon létezik. A Föld alsó rétegében, a troposzférában is megtalálható, sőt előállítható. Csíkszeredában vizsgáltuk is a csíkszeredi körülmények között, hogy milyen hatással van a gabonafélékre, és be tudtuk bizonyítani azt, hogy szinte 0,5%-os terméskiesést okoz az ózon térségünkben. Súlyos egészségügyi problémákat is okozhat, légúti megbetegedéseket, de akár vérkeringési problémákat is tud okozni.
Az ózon, bár fertőtlenítő hatása miatt adott területeken használjuk, káros hatású anyag, leegyszerűsítve azt mondhatnánk, hogy a szmog egyik összetevője. Termelődéséhez pedig az emberiség is hozzájárul, ipari tevékenysége, közlekedési infrastruktúrája, vagy akár háztartásainak működtetése révén. Hatékonyítani kell a szállítást a városokban, nagyobb agglomerátumokban, illetve csökkenteni az emisszió forrásokat. Egyszerűen alternatív energiaforrások felé kell forduljunk, elektromos kocsik, kivinni a nehéz járműveket a városból, és hasonló intézkedéseket kell hozni. Egy nagyon korszerű távfűtés tudna még egy nagyon sok légszennyező anyag csökkenéséhez vezetni. Mivel az ózon környezetünkben káros hatású anyag, lakott területeken mérik a levegőben jelenlévő koncentrációját. Ezen mérések eredményeit azonban jobb, ha szakemberrel értékeltetjük. Hisz azt tudni kell, hogy az ózonnak a képződéshez egy bizonyos idő kell. Ez azt jelenti, hogy nem biztos, hogy például ha Marosvásárhelyen van a legnagyobb emisszióforrás, Marosvásárhelyen is mérjük a legnagyobb ózon koncentrációt. Lehet, hogy ezzel pont a körülötte lévő településeket szennyezük, hisz a légáramlással ugyebár, és azzal az úgynevezett lifetime-mal, vagy átalakulási időintervallummal, azokon a területek fölött képződik a legnagyobb ózon koncentráció, akik igazából nem is szennyeznek. Bár kevesen tudják, de az ózon termelődéséhez nem csak a 21. századi életmódunkkal, ipari tevékenységünkkel járulunk hozzá, hanem olyan hagyományos, jól beváltnak hit eljárásokkal is, mint a tarlóégetés. Egyértelmű, hogy a tarlóégetések, illetve az akármilyen típusú mezőn történő égetések jelentős nitrogénoxidokat, kénoxidokat és széndioxidot bocsájtanak ki a légkörbe. De hogy is áll jelenleg ezen a téren Székelyföld? Mennyire hagytunk fel ennek a több évszázados eljárásnak a gyakorlásával? És milyen törvényi szabályozások keretében élhetünk vele? Tarlóégetések konkrétan csökkentek az utóbbi időszakban. Nem annyira ez a probléma, mint a nádasok, a felhagyott területek, látszáron növényzetes területek égetése, amik ugye bár hozzá tudnak járulni a levegőszennyezéshez. És ezek nem csak a levegőszennyezéshez, hanem úgy pusztító hatásuk tud lenni az állat-növényvilágra is. Ezért a hatályban levő környezetvédelmi törvények tiltják ezt, büntetik is, abban az esetben, hogyha környezetvédelmi hatósági beleegyezés nélkül, vagy előzetes tűzvédelmi hatósági bejelentés nélkül történnek. Gazdák mindenképp meg kell munkálják a területeiket, tehát nem lehet gyufával gazdálkodni. Próbáljunk meg minél jobban ügyelni a környezetünkre. Köszönöm figyelmüket, találkozunk jövő héten, addig is minden jót, viszontlátásra! A környezetszennyezés, vagy éppen környezetkímélés témájához kapcsolható következő beszélgetésünk is. A napokban zajlik ugyanis Marosvásárhelyen Breakfast for Bikers, azaz reggeli a bicikliseknek elnevezésű akció, illetve hétvégén a Tekerj egy jó célért kétnapos esemény. Mindkettő a Marosszéki Közösségi Alapítvány égisze alá tartozik, akinek vezetője Gál Sándor, aki itt is van a stúdióban. Köszöntelek! Mesélj kérlek elsősorban ugye a reggeli a bicikliseknek projektről, hogy kik részesülhetnek ebben, tehát mik a feltételei, hogyan zajlik ez az egész projekt? Most zajlik negyedszerre. Hát egy Magyarországról inspirált projekt, átvettük a Bringás reggeli néven fut. A reggeli biciklizőket hívjuk meg egy kávéra, meg egy kiflire, és ez alatt az idő alatt, ameddig elkészül a kávé, a lehetőségünk van beszélgetni velük a vásárhelyi bicikliseknek az életéről, mindennapjairól. Hát ez nagyon vagány. Sokan megállnak? Hát naponta körülbelül 20-30 biciklist tudunk megállítani, két óra alatt, tehát hogy 7 órától 9 óráig van ez az akció a rendőrséggel közösen, tehát hogy ennek kettős célja van, egyrészt a figyelemfelkeltés, és másrészt, tehát hogy a különböző biciklis balesetekre
hogy milyen okból kifolyó, hogyan lehetne ezeket megelőzni, ezért a rendőrség segítségét is minden évben igénybe vesszük. És a másik része, hogy információkat szerezzünk, tehát hogy eddig kétféle információ volt, tehát hogy egyrészt egyik évben megnéztük, hogy, hogy mennyire vannak felszerelve a biciklik, tehát hogy a törvényeknek megfelelően rendelkeznek lámpákkal, csengőkkel, minden kötelező lenne. De nincsenek büntetések, most csak nincsen inkább büntetés, hanem inkább az volt, hogy megnéztük, hogy a, mondjuk a 100 vagy 150 megállított biciklisből mennyire voltak felszerelve, ezt tavaly csináltuk, de az idén azt arra kérdezünk rá, hogy honnan, hova közlekednek a városban, tehát hogy mi a kiinduló pont, mi a cél, milyen gyakran használják a biciklit. Itt már az első 3 nap tapasztalatából kiindulva azt látjuk, hogy olyanokat sikerül megállítani, akik napi szinten használják a bicikliket, tehát hogy vagy munkába járnak, vagy iskolába, vagy bevásárolni, tehát hogy minden nap használják a biciklit. Tehát nem azok, akik hétvégente kimennek sportolni. Ez a közlekedési eszköz. Közlekedési eszközként használják, és rákérdeztünk, most Vásárhelyen megjelentek az új bicikli utak arra is, hogy ezeket kipróbálták, használják. Na, erre ki akartam egyébként érni így a legvégén. De igen, nagyon érdekes, tehát azok, akik bicikliznek, nagyon sokan, tehát mi úgy kezdtük, hogy az Aranykakasnál, tehát hogy a városnak a teljesen a másik irány, másik felén kezdtük, mint ahol a biciklis utak fel vannak festve, tehát hogy a biciklisek zöme, akik napi szinte aztán nem is tudják, hogy léteznek ezek, tehát hogy lehet, hogy látták a tévébe, vagy hallották a rádióba, de hogy nem közlekedtek rajtuk, mert hogy nem, minden napjaik során nem járnak a városnak azon a részén. Akik kipróbálták, azoknak a vegyes a véleményük, tehát van, akinek tetszik, és örülnek, hogy valami előrelépés történt, a többiek pedig azt mondják, hogy veszélyes, vagy hogy ráparkolnak az autósok. És egyébként most, mivel még 2 napig zajlik ugyebár a projekt, akkor azt kérdezném meg, hogy hol várjátok holnap reggel? Hát holnap, holnap a után? Hossz utcában, a Stefán Csillmárival az útkereszteződésnél, és holnap után pedig a főtéren a katolikus templom előtt. Igen, és akkor térjünk is rá egyébként, tehát hajrá, akkor biciklizzen mindenki, és ne csak hétvégén. Térjünk rá a Tekerj egy jó célért projektre, ami ugye szombaton és vasárnap kerül megrendezésre. Egy adománygyűjtő akcióról beszélünk, és az lenne a kérdés, hogy kiknek gyűjtötök egyébként, milyen szervezeteknek? A 13 szervezet iratkozott be 13 különböző projekttel. Nagyon változatos a szervezeteknek a profilja, tehát hogy van a szociális sport téma, a környezetvédelem, állatvédelem. Az összes projektet a teker.org weboldalon lehet megnézni, és kétféleképpen lehet támogatni az ügyet, tehát hogyha valaki biciklizni szeretne, akkor biciklisként részt vesz az akción, tehát hogy erre van egy részvételi díj, és a részvételi díjnak egy részét fordítjuk a projekteknek a finanszírozására. És a másik lehetőség pedig, hogyha valaki nem tud a hétvégén részt venni, de valamelyik projekt megtetszik neki, akkor a weboldalon keresztül tud adományozni arra a projektre, vagy több projektre, amit tetszik mindig neki. Mindig lehet jelentkezni. Akkor lehet jelentkezni, tehát hogy szombaton és vasárnap is be lehet iratkozni, mert két nap zajlik az esemény. Tehát az előző években ez egy nagyon egy nap zajlott, nagyon szűk keret volt, 3 óra állt rendelkezésünkre. Most az egészet át alakítottuk, és van egy online applikáció, amivel a biciklizők ellátogatnak a pontokra, és úgy tudjuk, hogy akkor meglátogatták, vagy elértek azokra a pontokra a városban. És ezért, tehát hogy nincsen ez az időkorlát, hogy 3 óra alatt le kell tekerni. Hát ezek nagyon nagyszerű kezdeményezések, és kitartást kívánunk nektek a továbbiakban is. Ne hagyjátok, hogy urrá legyen rajtatok bármi is, és hát minél több mindenki, reméljük, hogy csatlakozik. Reméljük, és lesznek biciklitaink is. Jó idő lesz, és minél többen biciklisznek a hétvégén. Igen, mindenképp. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. A továbbiakban pedig meg fogjuk nézni, hogy mivel várja a kedves nézőket 8 órától Sajtóprés című műsorunk. Erdélyi magyar szempontból Marosvásárhely számít az idei önkormányzati választások egyik legfontosabb helyszínének. A város polgármesteri székének a megszerzésével sokat nyerhet a közösség, de legalább annyit veszíthet is a bukással. Össze tud fogni a közösség a város megmentése érdekében. Klaus Johannis államfő az elmúlt időszakban nem a magyar barátságával írt történelmet. Most az Alkotmánybíróság döntése ellenére mégis visszaküldte a parlamentnek a Trianon törvényt. A PSZD-nek tesz keresztbe, vagy ez gesztus a magyar közösség felé?
December 6-án parlamenti választásokat szerveznek Romániában. A koronavírus járvány miatt több országban nehéz lesz megszervezni a külképviseleteken zajló voksolást, de az már biztos, hogy a diaszporában élők két napig szavazhatnak. Populizmus vagy szükséges rossz? Válaszok a ma esti sajtóprésben. Ne feledjék, a Mozaik után 7 órától híradó következik, amelyben Erdély legfontosabb hírei kerülnek terítékre, úgyhogy nem érdemes kihagyni. Lovász Ágota kolléganőm már bent is ül a stúdióban. Szia Ágota, milyen hírekkel várod ma este a nézőket? Szervusz Laura, jó hír, hogy a járványhelyzet ellenére idén is lesz Marosvásárhelyi könyvvásár. A dátum már biztos, november 12-e és 15-e között kerül rá sor. Az azonban még bizonytalan, hogy milyen formában szervezik meg a nagy népszerűségnek örvendő eseményt. Amúgy már várják a gyerekek jelentkezését az olvasójátékra. Mutatjuk röviden a legfontosabb híreket, 7 órakor kezdünk, tartsanak velünk! Visszaküldte a parlamentbe Johannis a Trianon emléknapot előíró törvényt. Haladék vagy irányváltás? Mindenképpen kampányfogás. Készenléti állapot. Nem lehet végtelen, mondja a népügyvédje. Meghatározott időre kellene szóljon. Nem lehet újra meg újra meghosszabbítani. Innováció. Akár 1 millió eurót is nyerhet Kolozsvár. Azzal, hogy versenyben maradt az innovációs fővárosért folyó küzdelemben, már is 100 000 eurót nyert. Megköszönöm figyelmüket, műsorunk végéhez érkeztünk. Remélem, hogy tartalmasnak találták az elmúlt fél órát, és talán még ahhoz is kedvet kaptak, hogy ezekben a meleg őszi napokban biciklire pattanjanak, és ezáltal is védjék a környezetüket. Holnap Zsigmond Magyar Izabella várja önöket egy színes fél órára, ugyanebben az időpontban, 18 óra 15 perckor. Addig is ne feledjék követni Facebook oldalunkat. Szép estét, a viszontlátásra! We'll be right back.